Ez a kép nyerte az idei Tarka fotópályázatot. Bonyhád legnagyobb fesztiváljához, a Tarka Fesztiválhoz kapcsolódó fotópályázat már hagyományos, épp úgy, ahogyan maga a rendezvény is. A tavalyihoz egészen hasonló eredmény született, ami az első helyezést illeti, ugyanúgy Lenner Ádám műve nyerte legjobban a zsűri tetszését. Véget ért a 17. Tarka fotópályázat, beérkeztek a képek, idén 36 fotóstól 303 darab fotó érkezett, és a zsűri pontozása alapján mindig meghúzunk egy határt, hogy hány kép tud a falra kerülni, idén 100 képet fogunk kiállítani, augusztus 10-én lesz a hivatalos megnyitó és díjátadó, illetve már 9-től a hónap végéig megtekinthető majd augusztusban a kiállítás. A zsűri egy kicsit alakult, az egyik zsűri tag, aki a fotós, Makovics Kornél lett a Tolnai Népújság fotósa, illetve dr. Füller Imre, a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója és jó magam, hárman pontoztunk, és az eredmény megszületett. Az első helyezett, aki egyébként tavaly is az első helyezett volt, tavaly pályázott először, de hát ez nem kizáró ok, és nagyon jók voltak a fotói, ő Lenner Ádám, ő Szolnokról küldte be a képeit, és a Szimbiózis című fotója lett a győztes. Ez egy nagyon jó kis béka és bivaj keverékes kép, érdemes megnézni. A második helyezett sem csüggethet azonban, Máté Réka ugyanis azt mondta, egy olyan pályázó nyerte az ezüstérmet, aki ezelőtt még soha nem szerepelt a Tarka fotópályázaton. A második helyezettünk M. Halász Katarin, aki idén először pályázott nálunk, ő veszprémi, és a Szarvak című képével lett második helyezett. Ami érdekes, hogy Tisza Ugon van mindig a szürke marháknak a kihajtása, ami egy nagy szám, mert ilyenkor több száz állatot hajtanak egyszerre, és itt nagyon jó fotók készülnek. És ez a fotó is ott készült, illetve a szürke marhás külön díjas fotója, 60-i Ágnes budapesti fotósunk fotója is ott készült. A harmadik díjazottunk idén, Janus Eszter, ő Zircről küldte be a pályázatát, és szintén először pályázott az idei évben, illetve a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének a külön díját, idén Fittler Balázs nyerte Puláról, ezen pedig a Gyerekek című fotón egy magyar tarka boci és egy kisgyerek is látható, és ez mindig mondják, hogy nyerő, hát nem mindig nyerő, de ez egy nagyon jó kép lett most. Az idei pályázat szerintem azért is jól sikerült, mert elég sok jó kép érkezett, tehát mindig évről évre nehéz újat hozni ebben a témában szerintem, hogy egy szarvasmarhát ábrázoljon, vagy szarvasmarhákat ábrázoljon a fotó, de elég sok jó kép érkezett, és mondhatnám, hogy nem volt egyszerű a döntés, de érdekes tényleg, hogy mindig ugyanazokat a képeket látjuk a legjobbnak, tehát a kiemelkedőnek, jónak a zsűritagokkal, úgyhogy azért mégis valahol egyszerű volt a döntés, mert a pontszámok alapján abszolút kijött, hogy melyik képek a legjobbak. A Tarka fotópályázat 2019-es kiírására bárki nevezhetett, lakhelytől, nemtől, kortól és foglalkozástól függetlenül.